Nem tudom, önök hogy vannak vele, de én imádom az olyan ételeket, amik egy tepsiben készülnek, mindent bele lehet dobálni, beteszi az ember a sütőbe, és közben mindenféle mással foglalkozhat. Na pont egy ilyen fogást szeretnék most önöknek mutatni. Ennek a főszereplője a pulyka szárny közép lesz. A Lidlben kapható egyébként magyar származású, és tényleg nagyon finom. Én leginkább ilyen sültekhez, vagy esetleg levesekhez szoktam használni, szerintem abban a legfinomabb. Először a szárny közepeket egy ilyen jó kis fűszeres pácba fogom majd forgatni, bedörzsölni, amihez olívaolajat, egy kevés szójaszószt, egy egészen kevés csipet fahéjat, illetve egy kevés piros paprikát teszek. Aztán még jön hozzá narancsnak reszelt héja, illetve leve. Ezt elkeverjük. Jön egy tepsi. Ez a szárny közepet én félbevágtam egyébként, ugye négy pulyka szárny középpel dolgozunk. Sóbors természetesen először is. És akkor erre jöhet ez a jó kis fűszerpác. Jó, alaposan, szépen egyenletesen mindenhol érje a húsnak minden részét ez a fűszerpác. És első körben az egészet alufóliával lefedjük. A sütésnek az első stádiumában azt szeretnénk, hogy szépen elősüljön és egy kicsit megpuhuljon a csirkeszárny, és 180 fokon olyan 35-45 perc alatt elősütjük. Körülbelül 40 perc után kivesszük az alufóliával fedett pulykát. Most első körben kiemelem ezeket az elősütött húsokat, hiszen ugye most kerül majd bele a sütőbe a zöldségágy, aminek a tetejére fogjuk majd ültetni ezeket. És ugye ilyenkor már ebben az elősütési fázisban azért elég sok jó kis szaft is összegyűlik, természetesen ezt is felhasználjuk a zöldségekhez. Krumpli, aztán sárgarépa, fehérrépa, zeller gumó, erre jön egy kevés olívaolaj, só, bors természetesen, és az egész mehet bele a tepsibe. Ezeket elrendezgetjük. Ja, és majdnem megfeledkeztem, hát a legistenibb része, ami mindig a leghamarabb elfogy, lila hagymát ilyen kisebb cikkelyekre vágunk, azt is elrendezzük a zöldségek között. Illetve még egy különlegesség lesz benne, ami a narancs, ebből pedig pár kalikát levágok, és ezt is úgy közé szórom. Na és hogyha ezzel megvagyunk, akkor jöhetnek vissza a húsdarabok. Most megy be tehát ez egész a sütőbe, és ilyenkor már feljebb is szoktam venni a hőfokot, 200 fokra, és még egy olyan 45-50 perc azért kell, ugye ezek a zöldségek már őszies, télies zöldségek, ezeknek hosszabb sütési idő kell. A végeredmény a sütés után így néz ki. Ha még van kedvük a végén egy picikét még fokozni az élvezeteket, akkor még lehet rá mondjuk kis petrezselymet szórni, illetve egy kevés morzsolt fetasajt. Ez is jöhet rá. Ezek a nagy tepsis egytálételek szerintem az ősz legjobbjai. Ugye bármilyen zöldséget tulajdonképpen meg lehet sütni benne, és akkor erre a zöldség ágyra kerülhet bármilyen hús, például ez a jó ropogós, ragacsos, cuppogós, istené pulyka szárny közép ebben az esetben. Szerintem fantasztikusan finom, nagyon-nagyon egyszerűen el lehet készíteni, úgyhogy remélem, hogy ki fogják próbálni, tudósítsanak majd jó étvágyat.